Nagy teljesítmény az U19-es női foci válogatottól, az EB selejtező elit körében játszhattak, ahol két vereség mellett egyszer nyert is a csapat, méghozzá Szerbia ellen, Turtoszki Sándor gárdája. A mesterrel itt van most Csiszár Henriett, a csapatkapitány, és a 17 évesektől felhozott Fenyvesi Evelin játékos. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És mester, kezdjük ott, hogy ugye volt egy zakó a norvégoktól, egy vereség Angliától kemény csatában, és volt ez a fordítás és győzelem Szerbia ellen. Ez a te értékelésedben bravúros szereplés, tisztes helytállás, te mit mondasz? Igen, bravúros szereplés, és nagyon-nagyon nagy örömet okozott ez nekünk, és azt gondolom, hogy talán egy kicsi örömet tudtunk okozni a női futball szerető és féltő szurkolóinknak is. Már úgy indult, ugye a selejtező során is bravúra volt szükségünk, hogy ki tudjunk jutni a középdöntőbe. Ezt is meg tudta csinálni a csapat, a lányok nagyon keményen dolgoztak. És hát úgy nézett ki, hogy a sorsolás alapján, hogyha az erőviszonyokat valaki ismeri, azért tűnhetett ez úgy az elején, hogy nagyon nehéz. Sándor, fordítsuk át mondjuk, hogy mindenki értse ezeket. Igen. Az ellenfeleket. Mondjuk, hogyha a magyar férfi felnőtt válogatott kap három ilyen ellenfelet, akkor mondjuk ott az országokat, hogy mi lenne, hogy lássuk, hogy milyen erőviszonyok vannak. Hát talán én mégsem vonnék párhuzamat a férfi és a női futball között. Azt gondolom, hogy az egy más világ, és akkor maradjunk a nőknél, mert itt is mások az erőviszonyok. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az országok, ha a norvégokat említjük, vagy az angolokat, lényegesen előttünk vannak, és nekünk nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy fel tudjunk zárkózni hozzájuk. Hogy fejlődünk-e, arra egy példát hadd mondjak el, ugye tavaly kezdtük el erre az Európa-bajnoki évre a felkészülést, és hát ugye tavaly kezdtük el a selejtezőt is, ettől a szerb válogatottól, ugye Szerbiában ez úgy van, ez a korosztály elkönyvelve, hogy ez igen tehetséges csapat és korosztály, 7-0-as vereséget szenvedtünk. Hát akkor én azt gondolom, hogy innentől kezdve, ahová eljutottunk, az nagyon dicséretes, és nagyon, nagyon büszkévé tud tenni bennünket. Na és nézzük a csapatkapitány szemével, hogy miért sikerülhetett akkor ez a bravúr szerinted? Mi volt ennek a legfontosabb kulcsa? Hát, én úgy gondolom, hogy ennek a sikernek a kulcsa az mindenképpen az volt, hogy csapatként működtünk, és egy utolsó meccsen nagyon sok nehézséggel álltunk szembe, és ennek ellenére sikerült a fordítás, és meg tudtuk nyerni a meccset. Tehát az a fontos, hogy jó a közösség? Ez egy... Mindenképpen, igen. Uh-huh. Na most, és ebbe a közösségbe, Evelin személyében, hát az U17-ből is érkezett játékos. Igen, igen. Fura volt? Hát igen, mert azért... Az öreg csajok között? Igen, hát ugye volt, aki már 2 évvel idősebb tőlem, úgymond felnőtt, de sikerült úgy beilleszkednem, hál' Istennek. Legalábbis én úgy érzem, és nagyon jó közösség, igen. Ez egy alap fontosságú dolog számodra? Mármint, hogy azt nézzük, hogy milyen lesz a társaságnak a szellemisége? Hát ezen a tornán ugye arról volt szó, hogy tisztában voltunk az erőviszonyokkal, és ehhez képest olyan célokat próbáltunk megfogalmazni, ami elérhető. Tehát csapatjátékról lévén szó, azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy ez a közösség együtt legyen. És hál' Istennek ez úgy alakult, hogy nem csak maga a csapat, nem csak a játékosok, hanem maga az egész stáb, a csapatmenedzsertől kezdve, a masszőrig bezárólag. Együtt dolgoztunk, és ez oda vezetett. Tehát gyakorlatilag a cél meg is valósult rögtön, és ezáltal tartása lett a csapatnak. És aztán volt még egy másik cél, ugye, és olyan célokat próbáltunk kitűzni együtt, ami elérhető volt. Hát abban az volt, hogy a lányok a képességeikhez mérten a lehető legtöbbet hozzák ki magukból. Én azt gondolom, hogy így visszanézve maximálisan megfeleltek a lányok, a kitűzött célt maximálisan elérték, és igen büszkék lehetnek magukra. Henny, melyik volt a legnehezebb pillanat? Mert az, amikor az ember tudja, hogy erősebb az ellenfél, de mégis egy nagy vereségbe beleszalad, akkor utána abból speciál gondolom nem olyan egyszerű felállni a társaságnak. Hát, nem, ez hozzám szorosan kötődik, mert a norvégok ellen 2-0 volt egy olyan zicserem, amit hát be kellett volna rúgnom, és ezután bekaptuk a harmadik gólt, és ott egy kicsit megtört a csapat,
és ott azok nagyon nehéz pillanatok voltak, amikor éreztük, hogy megyünk lefelé, és nem tudtunk visszajönni a meccsbe, 7-0 lett a vége, és a nehéz pillanatok ezután jöttek igazából a meccs után, de szerencsére egy nap pihenünk volt, és gyorsan lezártuk magunkba ezt a mérkőzést, és tudtunk a következőre koncentrálni. Amely akkor szintén, az már ugye nem volt egy ilyen nagy vereség, az hogy sikerült belülről? Hát az angolok ellen 2-0 alatt rúgtunk egy kapufát, szerintem végig partiban voltunk, egy jó ellenfél ellen játszhattunk. Hát én nagyon élveztem a játékot, és a csapatnak is szerintem nagyon jól ment, meg jó játékot nyújtottunk, és hát ennyi is sikerült kihozni belőle. A tornát látva azt mondhatjuk, hogy így felfelé haladt a teljesítmény. Hát erre számszerűen is, igen. Meg a játékban is, nem? Igen. Hát úgy nézett ki, hogy akkor még a nehézségek között még inkább egységessé váltunk, és a nehézségeket jól kezelték a lányok, meg mi is, úgyhogy gyakorlatilag igen, az még egy külön pozitívum, hogy egy ilyen sorozatban, ugye, ahol igazán oda kell tudni tenni magát az ember, ez fizikálisan igen keményen igénybe veszi a játékosokat, 6 nap, 3 mérkőzés, és igazán jó ellenfelekkel, úgyhogy igen. Vágó Attila felnőtt kapitány azt mondta, hogy ebből a társaságból többen bekerülhetnek a nagy válogatottba is. Be fognak kerülni? Hát már be is kerültek. Igen, már a szlovénok elleni keretbe. Igen, már be is kerültek, igen. Hát a Henny már tulajdonképpen majdnem alapembernek számít a felnőtt válogatottba, ő már több mérkőzést játszott, és most az Attila meghívott 2 játékost az U19-es keretből is, ebből a csapatból. Hát igen, Henny, neked lassan búcsúznod kell majd ettől a korosztályos válogatottól. Hát már elbúcsúztam. Viszont milyen jövőképünk van? Mert ugye itt lesz 2015-ben egy U19-es VB. Hát a jövőképünket... Nem soká sorsolás, beosztás. Elhoztuk igen. A jövőképünket az elejétő mellett. Hát igen, egy kicsit az Evelyn kapcsán azt gondolom, hogy vannak tehetséges játékosaink továbbra is. És most, ha egy kicsit megnézzük, hogy a mai helyzetben hogy állunk, azt gondolom, hogy az MLS részéről kapott most a női labdarúgás egy olyan támogatást, amiben igen biztosítottnak látszik most jelen pillanatban a folyamatos fejlődés. Hogy az eredménybe hova fog érkezni, azt jelen pillanatban nem tudom, de például már most ezen a középdöntőn is érződött az, hogy a nehéz pillanatokban is igenis tudnak váltani a játékosaim, igenis meg tudnak felelni a magasabb elvárásoknak, és van bennük érték. Fizikálisan nehézségeink vannak, ugye a bajnokság, az amatőr mi voltunkból, de én azt gondolom, hogy mind a 3 mérkőzésen voltak a meccseknek olyan időszakai, amikor folyamatosan mi diktáltunk, mi irányítottuk a játékot. A kombinatív játék, a technikailag viszonylag jó színvonalon vagyunk, ez mind mellettünk szólt. Hát ezt kell egy kicsit tovább léptetnünk, és szép jövő elé nézhetünk. A végére értünk, hölgyek, még annyit, hogy játszatok ti még norvégok elleni győztes csapatban, nem? Hát nagyon reméljük, igen. Reméljük. Hát még egyszer gratulálok, és akkor hajrá előre. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.